Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kihívásos végigjátszásom a Valkyriával. És mit maradt abba, ugye, hogy sikerült rajtaütni egy Bjorsonling seregen. Az ellenségnek van egy olyan, hogy Sword of Bloodshed, és ugye van esély rá, hogy el tudom venni tőlük. Arra gondoltam, lejátszom a csatát, mert miért ne? Igazából el lehet szórakozni ugye az ellenséggel. Mondjuk van egy csomó előcsatározó, de épp annyira nem vészes. Mondjuk az a Horse Masters az elég erős. Rendben, a Knights of Khorne egy ide. Vagyis nem igaz, mert kettő ide, kettő ide. Aspiring Champion oda. És három Chosen ide. Ó, várjunk, legyen inkább három Chosen oda, és el kell állni ugye az útjukat. Ám bár meg lehet, hogy igazából nem is akarnak ők menekülni. Oké, elméletben ugye az Co-Crushers az veri a trollokat. Oké, megjött az erősítés, igazából nincs szükség rájuk, de az ugye, hogy itt vannak, nem gond. Ez a csapat Aspiring Champion elég nagy veszteséget szenved el. Ennek az egységnek több mint 80 ölése van, így ugye megkapták a Hellblade-et. Ja, amúgy Army Loss az. Hát igen. Khorne Chosen ellen nem sok esélye van a martalócoknak. Hát igen. Ez egy egész gyors csata volt, és mindössze 82 veszteség. Az egyetlen Aspiring Champion. Igazából leginkább csak életerőt veszített ez a csapat Aspiring Champion. Kapacitás, Exalted Hero. Igen, legyen az. Megint... megint lesebesítették azt az ügynököt, nem már? Demon Prince! Ascended! Demon Prince! Wipe them out! Conflict is endless! Folyamatosan lesebesítik az egyik ügynököt.
Arjunk, ennek miért van ilyen gyenge fegyója? Nincs valami jobb? Nem igazán. Useful adornments. Demon Prince of Khan. Várjunk. Rifts of Chaos. Várjunk, akkor itt valami nem jó, mert nekem igazából az kéne, amelyik ad kutyákat. Ez, igen. Várjuk, ez a Flashhounds of Khorne, nem igaz, mert... Nekem a Regiment of Renown-os kéne. Várjunk, az hol van? Meg lehet amúgy, hogy ez az valójában. Ja, valójában ez kell legyen. Vagy nem? Na mindegy, várjunk, kéne fejleszteni, ugye legyen ez. Oké, okay, ezt az egységet át tudom alakítani. Oké, okay, ugye meglett a négy Skull Crushers. Oké, okay, két kör és visszakapom ezt a démon herceget, az nagyon jó. Oké, okay, itt ugye mínusz 10 közrend van, az nagyon jó. Exalted hero of Khorne, I aid my dark brethren. Okay, el kell foglaljam Nuln városát. Unleash the bloodlust! Ascended! Chaos incarnate! Killing will be all. Rendben, kéne ugye ez az épület, és ugye a vas termelő, igen, ugye épület, mert ad 10 páncélt a káosz harcosoknak, ami nagyon jó. Kell a városi őrséget adó épület, kell a lakosság növekedés, és kapacitás mágusra. Várjunk, van sima Flash Hounds of Khorne. Hát mondjuk a Regiment of Renown az jobb. Oké, okay, arra gondoltam, hogy ezzel a sereggel kéne menni. Várjunk, ezt át tudom alakítani. Irány erre. Oh, hello.
higher power than I. Lord of Khorne! War summons me. Demon Prince! Destruction awaits! Várjunk, ez ide nem kell, mert ide már úgy se jön ellenség. Oké, azt hiszem, hogy körváltás. Ugye át kéne majd nézzem, hogy hol vannak épületek, ugye, amik ugye nyersanyagokat adnak. Például gyémánt, ugye fa, vagy vas. Azokat ugye meg kell építeni. Például Zufbarban is van vas, nagyon jó. Ez amúgy szintén nagyon király, ugye, a fűszer, mert ad 5 mellejátékot ugye trolloknak és montikoroknak. Na jó, azt hiszem, jött még egy körváltás. Oh, hello. Szóval Festus, ugye? Átkelős csata, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Festus küldött ugye 2 sereget. Igazából ugye a játék nagyon jó arányt adott, de annyi az egész úgy, hogy úgy vagyok vele, hogy lejátszom a csatákat, mivel az automatikázás... hát igazából ugye kicsit olyan lusta dolog, ha úgy vesszük. Chaos Warriors of Khorne! Marauders of Khorne! Valahogy nekem az automatikázás az egy ilyen lustaságnak számít. Oké, okay, a városi őrségnek mennyi idő kell? 30 másodperc, oké. Okay. Nagyon jó, mert átkelős csata. Itt van ugye 2 trolletség, amit valójában át tudnék fejleszteni. Kicsit rossz ugye, hogy egyelőre a városi őrségek ugye mindig csak némi káoszharcosból, meg martalusból áll. De szerintem majd idővel fog ez változni. Khorne, káoszlovag, fejszével. Igazából nem kardjuk van, hanem fejsze. Na oké, ezt a Dragon Ogre-t ugye kéne gyengíteni. Az mellé ment. Megint mellé ment? Mi a fene? Oké, lőjük a trollokat. Oké, ugye egy tűzgolyó, egy troll, ami egész jó. Persze, hogyha eltalálja ugye a trollt.
blood, exalted hero of Khorne. Spill blood. Oké, okay, be kéne vetni a káosz lovagokat. Elméletben erősek kell legyenek közelharcban. Oké, ez a csapatról vissza, vagyis ez a két csapatról ugye, hogy regenerálódjanak. Az jó volt. Oké, okay, ahogy elnézem, verjük őket. Húsz másodperc is lesz még egy Blade of Khornem, bár lehet, hogy addigra beadja, hogy Army lost ez. Ó, ennek az Aspiring Championnek több mint 100 ölése van, megkapták a izét, megkapták a Hellblade-et. Na meg ugye a Blood Grid, ami igazából még sokat számít, meg segít. Oké, okay, Army Losses, tökéletes.
Mindössze 311 veszteség. Ja, valójában csak úgymond szórakozás volt. Van ugye néhány, vagy igazából jó néhány martolóc egység, amit át tudnék fejleszteni. Elkaptuk őket föld alatt. Ezeket átalakítom sima káosz harcosra. Okay, ugye egész jó volt, és át tudom alakítani ezeket, ja, káosz trollok lettek, és ezt az egységet is, nagyon jó. Oké, nulln ugye az fejlődik. A következő körben a káosz harcosok ugye kapnak még 10 páncélt, ami 150 páncéljuk lesz. Az kemény. Itt van az Alliance of Order. Oké. Ők ugye képeznek törpöket, meg embereket is. Emberi egységeket. Oké, várjunk, két kör és még 10 páncél, nagyon jó. Plusz kell ez, mert ugye több mágia, ugye gyorsabb mágiát kapok. Gyorsabban kapom a mágiát. Oké, hamarosan lázadás lesz, ami nagyon jó. Itt van egy Cathay sereg, de jó. Mistress of Skulls. Spread ruin on them. Lord of Korn. Slaughter. Várjunk, nem tudok... De tudok! Exalted Blood Letters of Korn. Csak ahhoz ugye izé kell... Ezüst gerenda. Oké, az tűrhető. Skulls for the Skull Throne! War and slaughter! Demon Prince!
another seat of power. March or be murdered. Ez egy érdekes sereg, tele trollokkal. Lord of Korn! Blood for the Blood God! Mardith wills it! For the Ex-Father! An artifact of ruin! Claim it for Karnath! Ah, valami nem nagyon tetszik a játéknak, mint hogy egy kicsit laggolna. Oké, esetleg... Oké, a skill skin az elég jó. Revelin Slaughter, Chosen egységek lassabban fáradnak ki, Vanguard Deployment, az Skull Crushers és Juggernaut Mount. Oké, az jó. Demon Prince! Perpetuate war! Lumatophon! Okay, Grisusnek mindössze... négy területe van. Oh, várjunk, valami nagyon nem oké a játékkal. Azt hiszem újra kéne indítsam a játékot. Oké, legyen még egy körváltás. Oké, ez egy sima automatikázás. Nagyon-nagyon gyenge volt az a kettei sereg. Plusz ugye a játék nem is mutatja, hogy mennyi a lépési pont. Várjunk, amúgy az Alliance of Order, ők ugye... ja, menekülnek előlem. Oké, őt valójában rossz helyen képeztem le, na de mindegy. Demon Prince! I serve the Blood God, the demonic host! Glorious tools of chaos! Live to fight! Oké, arra gondoltam, hogy megtámadom Hergiget, és igazából zárom a videót, mivel amúgy is újra kell indítsam a játékot, mivel egy kicsit laggol, nem tudom miért. Remélem, hogy egy újraindítás megoldja. Oké, ezt a város ugye majd könnyedén el tudom foglalni, és arra gondoltam, hogy ugye városi őrségek ellen nem igazán szoktam lejátszani a csatákat, mivel ha ugye a városi őrségnek kell harcolnia egy rendes sereg ellen, amiben például egy démon herceg van, hát ugye a démon herceg nagyjából annyit ér, mint a városi őrségnek a fele. De arra gondoltam, hogy ezt majd ugye le fogom játszani, de ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!